Na, szevasztok, Mr. Szul vagyok, és ez itt egy újabb tróf játék ismertető. Most pedig arra fogok beszélni, hogy hogyan lehet forgyolni a fegyvert, randomizálni rajta a statot, és ilyen kis trükkök, hogy hogy legyen még erősebb. De azért gyors előtte még megmutatom, amit egy Twitch-es live során építettem. Ez egy ilyen kis múzeum, képekkel, ilyen gyűjtögetető cuccokkal, egy kis lámpával, itt mindenféle ilyen gnómokkal, most itt eszembe van még egy gnómom, na mindegy, ide költöznek fel majd a madarak, ha megvan mind az öt, ide talán a lámák jönnek, amiket remélem elfogadnak a adminisztrátorok, és bekerül a játékba. Itt meg vannak fönt a mackók. Nos. Kis bogárkák mászkálnak állandóan a pályámon. Na szóval, itt vannak a tuccaink. Azt hiszem, van egy zöld tuccam. Ezt a novice helyen kapjuk, ez az első szint. 1-től 3-ig a legkönnyebb és a legjobb cuccok. Fel is veszem. Ezt ugye látjátok, én csináltam. Én terveztem meg ezt a cuccot és betették a játékba. Nagyszerű. Szóval, hát ugye itt az én homeworldönbe el tudtok jönni. Megnyomjátok az út. És hát, vagy a fog szerint rakjátok sorba, és itt 62, és 62 fa van most rajta, vagy ABC szerint teszitek, és az utolsó előtti. Nos, itt van a forge, amiben csak vagy behúzzátok így a fegyvert, vagy a cuccot, vagy jobb gombbal rákattintotok, és akkor lehet upgrade-elni. Egyszerűen upgrade, és látjátok, a statok nőnek. Maximum 25-ig megy fel a forge, régebben ezt exaltednek nevezték, most már forge. Akkor itt lehet az advanced forge-ban ugyanúgy a flux-zal növelni ezt a forge-ot 25-ig. Akkor Pearl of Wisdom-mal hozzá lehet adni egy negyedik statot. A Pearl of Wisdom egy elég ritka cucc, szóval ne pazaroljátok minden cuccra, csak úgy, amit biztos ki akartok maxolni. A Perfect Prismel pedig a színt tudjátok növelni, illetve a szint kötelezettséget. A zöldhez nincsen szint követelmény, utána jön a kék, a 4-es, lila 6-os, narancs 8-as, piros pedig 10-es, Rainbow szintén 10-es, és Shadow szintén 10-es. Akkor van még ez a Twinkling Tome-mal, le lehet vinni a szint követelményét a cuccoknak, mondjuk egy Shadow cuccot fölmaxolsz, és tudod, hogy jön egy új klassz, és ezt a ruhát akarod neki használni, akkor leviszed szépen egyes szintre a követelményét, és lehet használni egész játék során. Nos. Ha van 4 stat a cuccotokon, de mondjuk valamiért nem tetszik. Ezzel most csak 3 van, akkor ezen meg is tudom mutatni. Ez egy Knight fegyverem. Akkor használhatjátok a Chaos Forge-ot. Amiben ha beteszitek a fegyvert, akkor a Randomize Stat Values, ez ugye az értékét lehet növelni. Tényleg erről is beszélnem kell, hogy összesen 8 ilyen kis csillag lehet a fegyvereken, illetve a ruhákon, és ez ugye a szintje a statnak. Nekem még a legnagyobb az csak 6 csillagos, 6, ez 5 csillagos, ez is szintén 5 csillagos, ez meg most 3 csillagos, de a HP és a Physical Damage az jó, szóval arra gyúrtam rá. Az Eye of Cthulhu, szóval nehéz kimondani is, szóval ez a szem, mindenki szemnek hívja,
ez boss chestekből esik, és azt hiszem még a Rainbow cuccok dekonstruktolásából is ilyet lehet szerezni. Azt mindjárt meg is lesem. Apa. Egy Rainbow cucc. És igen, szemet lehet tőle kapni. Visszateszem, mert nem szeretném szétbontani. És gyűjtögetem. Szóval. Egyszerűen beteszitek a cuccot, és rányatok, hogy randomize. Mint láthatjátok, itt vannak az új statok, mutatja, hogy mennyivel lett jobb, és mennyivel rosszabb. Hát, ez most 4. Csökkent az attack speed, de a regen elég sokat nőtt. Szóval, akkor marad meg csak a stat, ha rányomtok, hogy lock. Amúgy, ha kiveszitek a fegyvert, akkor ugyanez marad, ami eredetileg volt, ezt mindjárt meg is mutatom, csak ezt lelokkolom. Ugye látjátok, most 4 csillagos. És ez most egy ilyen gagyi attack speed-es nyomi fegyót csinálna belőle 0 csillaggal. De mivel kijöttem, ezért megmaradt. Itt ugyanúgy írni fogja, szóval le lehet még lokkolni, szóval így megjegyzi a játék. Azt hiszem, ha fegyver sérülsz még utána, utána már nem jegyzi meg. Régebben volt, hogy megjegyezte így is. Na nézzük, randomizáljuk tovább. Ugye flux kell hozzá, nem olyan sok. Ha kimaxolt utcaid vannak, akkor percenként 6,5 fluxot tudsz gyűjteni U1 és U5 farmolása közben is. Ezt is ugye live közben teszteltem le, de akár lehet róla is egy videó, egy kis órával, egy kis számlálóval, és akkor majd lemérjük, hogy mennyit is lehet összeszedni. Na, randomizáljunk tovább. Na, látjátok, azért elég nehéz összeszedni egy 6 csillagosat. Még 2 csillagosok is ritkán jönnek most. Nem akarok olyan sokat elhasználni. Na, ez elég jó attack speed-es. A damage-em az, amely 100-al csökken, az viszont kell nekem. Na, ez egy viszonylag egész jó. Ugye maximum health az 158-as szinte elenyésző, szóval szerintem ezt lelokkolom. Ugye 3 csillagos csak, de jobb, mint a 2 csillagos életes. Na, még rányomok 10-et. Azért nekem sincs végtelen szemem. Nagyon sok százat elhasználtam már. Na. Hát ugye így lehetne fölvinni szépen 6 csillagra, de sose sikerül. Itt pedig ennél a statot lehet randomizálni, hogy mikire adjon. Nem is tudom, melyik utcában mutassam meg. Hát lehet ezen, vagy... Mert ugye most mindent kirandomizáltam jóra. Attack speed, magic damage, minden ami kell. Az is attack speed, regen, és HP mindenhol. Itt van ez, amit kaptam a pinyata mountért. Na. Ugye ez is 4 statos, mint szinte az összes cuccom. Ugye Pearl of Wisdom-mal növelték be a statszámot, amit már el is mondtam. Na, nézzük a randomizálást, ugye nem szeretem a stability-t, meg a movement speed-et. 7 jump, energy regen, ez se a legjobb. Attack speed az már jó, de a stability az megint nem kéne. Knockback az szintén nem kell. Na, ez egy egész tűrhető. Attack speed, HP regen, energy regen és magic damage. Ezt lelokkoltam, és kész is. Ugye ez Gunslingernek van. Láthatjátok is. Ez egy ilyen... Üha, most nem jut eszembe a neve, nem akarok hülyeséget mondani.
De az én fegyverem még mindig jobb. Haha. Hol van? Egy ne. Á, a maszkom mindig bekerül néha valamiért. Mindig néha. Oké. Én is értelmesen beszélek, szóval néha bekerül a chestbe. Csak úgy ok nélkül a fegyver. Na ugye ezzel láthatjátok, hogy 168 a maximum speed. Úgy szedtem össze minden fegyvert. 22 attack speed, 22-22, két csillagosok. És hát látjátok, azért lő. Ott van ez a gyorsító képesség, azzal már 251 attack speed. Egyszerűen úgy lövök, mint a... nem is tudom micsoda. És minden lövésem 1650-et sebez. Na azért az DPS-ben elég sok. Csak igen, ugye a sebessége... 24, az azért kevés. Na így, 40. Lövés közben 24. De nem lövök, akkor 40. Nos. Azt hiszem a craftolással ennyi. Mert nem craftolással, hanem a fegyver fejlesztésével. Nem sokára, nem tudom mikor, de... nem sokára jönnek... a... hogy is hívták a játékba? A transmogolás. Na, eszembe jutott a szó. Amivel a fegyver kinézetét változtathatjuk olyanra, amilyenre csak szeretnénk, úgyhogy megmaradnak majd a statok. Itt láthatjátok, azért is gyűjtögetem be ezt. Ugye a saját utcaimat, ezt is én csináltam. Föl is vesszük. Itt láthatjátok. Egy ilyen faló. És én készítettem és tették be a játékba. De ami igazán kéne már, az egy jobb sisak, és az valószínűleg, hogy ez lesz. Mert nagyon szépen meg lett csinálva. Ugye Kretoriani csinálta. Szinte ő csinálja az összes tuccot Tribal Egyetemben, ugye Tribos sityakon van most. Mindketten haverok, azt hiszem. A Tribe biztos, Kretorian nem biztos. Aha, vele nem szoktam beszélni, de Tribal igen. És hát valami fegyver, az lehet, hogy maradok ennél. Na jó, nem biztos. Ez nyomi. Valami ördögi fegyvert fogok szerezni. Van pár mountom, azt folyamatosan cserélgetem, szóval ha van bármilyen mountotok, ami nekem még nincs, akkor szóljatok, én lehet, hogy megveszem. Van még egy pinyát, mondtam is, csak kölcsön adtam. No, akkor ennyi a videó. Majd még jelentkezem videóval, lehet, hogy holnapra is lesz egy videó, az pedig... miről is szóljon? Lehet a farmolásról és a Chaos Forge-os dolgokról lesz. Nem is a Chaos Forge, hülye vagyok. A Shadow Arénáról. Csak már itt belezavarodtam. Hogy hogyan kell Shadow Arénát nyitni. Melyikbe ír meg farmolni, hol mennyi esélye esik az új mount. És ilyenek. Hát meg lehet, hogy már holnapra meg is lesz az új patch, és akkor az új mount készítésről is lesz videó. Ami egy robot. No, tényleg szevasztok, majd még jövök.